Számos történelmi múlttal rendelkező ételünk van, vagy legalábbis valamilyen szinten ismert, hogy kb. Mióta is olyan gyakran megforduló ínyenségek az emberek asztalán. De hogy mégis milyen eredettel rendelkezik néhányuk? Hát ebben a videóban most bemutatok nektek néhányat. Tartsatok velem! A Grassalkovics palacsinta. Mária Terézia, amikor egy alkalommal Gödöllőre látogatott, akkor meglepték egy igazi ínyenséggel, a Grassalkovics palacsintával, ami egy májjal, sonkával, gombával gazdagon töltött étel volt. Ma már elég sokféle változata van, ha esetleg nem ismernéd, akkor körülbelül olyan, mint a hortobágyi húsos palacsinta. Washington cseresznyéi. George Washingtonról számos történetet írtak, amivel kiemelkedő emberi tulajdonságait igyekezték felnagyítani, azonban egy dologban igaza volt a történetíróknak. Az első amerikai elnök egyszerűen imádta a cseresznyés süteményeket. Ezt igazolja, hogy felesége receptkönyvében több ilyen süti elkészítéséhez is írt fel magának jegyzeteket. Az elnök persze az utat mindig viszkivel tisztította mellé. A fánk. A farsangi fánk elterjedésében óriási szerepet játszott a történelem egyik legutáltabb francia királynéja, Marie Antoinette. A hölgy egy vidéki útja során megállt egy pékcukrásznál, akinél megkóstolta a paraszti fánkot, amit készített. A királynénak ez annyira ízlett, hogy felvásárolta a teljes készletet, majd annak felélése után magához hívatta a királyi udvarba, hogy a receptet megszerezze tőle. Ennek köszönhető, hogy a fánk a mai napig ismert, elterjedt sütemény. Napóleon menüje. Bonaparte Napóleon egy meglehetősen sok legendával övezett történelmi személy. Így nem is csoda, hogy elég sok részletet ismerünk a magánéletéből. A kiváló hadvezér, politikus és később francia császár kedvenc étele a pacal volt, mégis a szakácsának az volt a meggyőződése, hogy egy ilyen étel nem méltó a kis korzikaihoz. Mielőtt csatára került a sor, előtte mindig sült csirkét kért a szakácstól. A marengói csata egyik utóhatása, hogy azóta létezik egy sült csirke recept, amit marengó módra lehet elkészíteni, ami állítólag a győzelem utáni mámor közepette egy balesetnek köszönhetően született meg. Durand egy paradicsompürével teli edényt véletlenül ráborított Napóleon sült csirkéjére, amit a szakács igyekezett helyrehozni. Az eredmény természetesen ízlett a hódítónak. A Kossuth kifli. Az 1830-as években járunk. Helyszínünk Pozsony, ahol a Magyarország gyűléseket tartották. Az 1832-től 1836-ig tartott ülésszak idején lett Kossuth Lajos országgyűlési képviselőként nagyon népszerű, amikor az országgyűlési tudósításokban beszámolt az országgyűlésben elhangzottakról. Az ifjú Kossuth ügyvédként visszatérő vendég volt Palugyai Jakab vendéglőjében, a Vasforrásban. Az étlapról fogyasztható volt a pozsonyi diós és mákos kifli is. A fennmaradt anekdota szerint Palugyainál Kossuth a pozsonyi kifli mandulával töltött változatát szerette nagyon, ezért kaphatta a Palugyai által készített pozsonyi mandulás félhold alakú sütemény a Kossuth kifli nevet, aféle marketing fogásként. Kossuth Lajos későbbi országjárásain jellemző volt, hogy az ő nevével fémjeleztek különféle ételeket, és szintén hasonló anekdotákat szőttek köréjük. Ilyen volt például a Kossuth kenyér is. A Kossuth kiflit egyébként jó magam is elkészítettem életemben először a Freefőzde csatornán. Ha érdekel, hogyan ügyeskedek, vagy éppen bénázok a konyhában, mindenképpen nézzel oda, főleg ha érdekelnek a gluténmentes, tejmentes receptek. Nem bánjátok meg! A fagyos nyalat.
A reformkorban terjedt el egy desszertszerű étek, amiért oda volt a magyar arisztokrácia és a nagypolgári réteg. Gróf Széchenyi István hideg vagy fagyos nyalatnak hívta, ami nem más volt, mint a ma is ismert fagylalt. Akkoriban még tisztára mosott tengeri kagylóba adagolva, igényesen kialakított tálalásban adták. A kukorica gombóc. Már a Patás is megmondta az Indul a bakterház című regényben a nagy bölcsességet. A legnagyobb Isten áldása a kukorica gombóc, nem azért, mert csövesen terem. Petőfi Sándor nagyon szerette a túrós csuszát, meg a pecsenyehúst, állítólag az is volt a kedvence. A gulyáslevest még reggelire is megette, de szívesen ette a marharos tejost lecsóval, a töltött tojást, de még a fokhagymás kolbászt is. De a kukoricagombócot bármikor el tudta készíteni, és katonatársainak is szívesen készített, amit levesek elfogyasztása mellé szoktak tálalni. A császármorzsa. A smarninak vagy császármorzsának nevezett tésztadesszert eredetére számos legenda létezik, de annyiban mindegyik közös, hogy Ferenc József osztrák császár és magyar király után nevezhették el. Egy lehetséges történet szerint Sisi nem szerette, hogy mindig olyan nehéz édes ételeket kell fogyasztani a bécsi udvarban, ezért készülhetett el könnyed tésztadesszertként a császár morzsa. Egy másik történet szerint Ferenc József palacsintát akart tenni, amit a konyhán ügyesen elrontottak, ezért az darabokra szedték és úgy tálalták fel. Egy harmadik legenda szerint az osztrák császár favágó morzsaként ismerte meg az ételt egy vadászat alkalmával, ami annyira megtetszett neki, hogy utána kapta a közismert változata a császár morzsa nevet, és persze vannak olyanok is, akik szerint ez az uralkodó saját receptje alapján készült étek. A Cézár saláta. Valamiért hihetetlen sokan feltételezik azt, hogy a Cézár salátának bármiféle köze van Julius Cézárhoz, a kiváló ókori római politikushoz, hadvezérhez, az első triumvirátus tagjához. A valóság ettől mondhatni kicsikét közelebb áll napjainkhoz. A Cézár salátát eredetileg az olasz származású Cézár Cardini nevéhez fűzik, és 1924-ben mutatta be az embereknek. A pogácsa. Horthy Miklós kormányzó egyenesen oda volt a magyaros ízekért, ugyanakkor sütemények, sós finomságok tekintetében nagyon válogatós volt. A kedvence, amit bármikor elfogyasztott, az a pogácsa. Valahányszor külföldön járt, nem szívesen étkezett vendégségben, mert az ottani ételekkel nem tudták lenyűgözni. Az ételek lefolytásához viszont a kormányzósága alatt nemzetközileg is népszerű üdítőitalt, a kólát fogyasztotta. A Horthy korszakban ebből nehéz volt szerezni olyan mennyiségben, amire a kormányzónak szüksége volt, és még az Amerikai Egyesült Államokig is el kellett érnie a kérésének. A magyar kormányzó ugyanis naponta 4 liter kólát megivott. A csirke becsinált. Nos, habár Rákosi Mátyás diktatúra rendszere sok rossz dolgot csinált, mégis Sztálin legjobb tanítványának kedvenc étele állítólag a csirkebecsinált volt. Ez az egyik sokat emlegetett étel, amit tudhatunk az étkezési szokásairól, ugyanis a bejáró nője nem igazán adta tovább senkinek se, hogy mégis mivel bízták meg, míg nála szolgált. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatok segít felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!